Május 7-én adták át az M44 gyorsforgalmi út Szent Király-Laki telek közötti szakaszát. Most azonban már is újabb forgalomba helyezésekről számol be az Építési és Közlekedési Minisztérium. Jelenleg kivitelezés alatt van a 32,2 km hosszú Kecskemét-Szent Király szakasz, melyen összesen 14 darab híd épül. Ezek közül kettő az épülő gyorsforgalmi út feletti híd. Június 11-én került átadásra a forgalomnak. Az egyik a Nagykőrösről kivezető Csongrádi úton, mely egy 49 méter hosszú, egynyílású felüljáróval keresztezi az M44 gyorsforgalmi utat. A másik a 441-es számú főútnál, melyet az M44 külön szintű csomóponttal keresztez. Itt a fel- és lehajtó ágak körforgalommal csatlakoznak a főúthoz, az M44 felett pedig 50,16 méter hosszú egynyílású híd épült. A felüljárók átadásával mód nyílik az új hidak melletti meglévő útszakaszok elbontására és az M44 építésének folytatására. Az M44 kivitelezésével párhuzamosan zajlik a 441-es számú főút megerősítése is, ahol a külterületi szakaszokon a főpálya elkészült. Így a felüljáró átadásával akadálytalanná vált a haladás Nagykőrös és Katonatelep között.